De ennél van sokkal rosszabb is. Vannak a műanyag munkahelyen felelhető műanyag kurvák. A kamerára. Föltettem egy jó pár embernek a kérdést, hogy mivel foglalkozunk, miről szóljon ez a 10 perc, aztán minden jött. Tehát mégis nem jutottam egyről a kettőre, mert mondták, hogy legyen sztori, legyen tolatás. Hát nem mondom tolatás, hát azt inkább berakom a nagy videóba. Megállsz! Hogy én oda menjek. Ez az. Ez az. Várjatok, mert... Csináljunk egy olyat, hogy akárhányszor megállok a pirosnál, elmegyünk egy reklámra, jó? Ja, itt London szívében vagyok. Szóval, aki ezt végig tudja szenvedni, ezt a 10 percet, az ide úgy, hogy a reklámokat nem ugorja át, minden egyes reklámra rákattint, és úgy végig szenvedi, az igazi fasz a gyereknek kiáltom ki, és fasz a lánynak. De megálltam, úgyhogy menjünk el reklámozni. Na, milyen volt az első reklámot végig szenvedni? Nem semmi, úgy ki tudok száradni. Túl sokat beszélek. Szóval! Miről lesz szó ebben a 10 percben, vagy amennyire sikerül, legyen szó mondjuk a nagyon nehezen felszedhető lányokról. Jó? Tehát én ezeket műanyag kurváknak hívom. Nagyon figyelek, hogy ki ne mondjam a vezérszót. Mert vettem joghurtot, de undorodom már joghurttal, úgyhogy... Ha-ha! Megint megálltunk. Akkor most itt a joghurt után megállunk, megint menjünk reklámozni. Oh, yes! Szóval túl vagyunk a második reklámon. Még mielőtt belemegyünk nagyon a sztorikba, olyan női mondatokat fogunk átvenni, amiket Padawan, te még nem hallottál, de fölkészítelek rá, amit hallani fogsz egy életen át is, mintha egy szoftverre írták volna a csajokat. Jaj, nagyon figyelnem kell, hogy mit mondok a lányokról, mert nagyon sok lány nézi a videót, és így is megtaláltak, hogy mi bajod van a kopasz pulcival? Hát a kopasz pinával semmi. Oh, fuck! Megint kimondtam. Jó, eszek egy joghurtot. Szóval, nagyon óvatosan kell beszélnem, mert egyből megtalálnak a lányok. Szépen fel kell öltözni, hogy van ilyen már sztorival. Szóval, amikkel én találkoztam, és kommentve szigorúan, aki ezekkel találkozott, tessék odaírni, hogy én is, annyi bőven elég. Abból én tudni fogom, hogy ő is találkozott már ezekkel. Szóval, jaj, most rosszul vagyok. Most nem. Jaj, fáj a hajam. Á, most nem. Majd este. Miért este? Miért nem most?
Ja. Miért nem most? Úgy csinálnak, mintha fájna nekik, hogy a férfi közeledik. Hihetetlen. Ó, piros lámpa, megint reklámra megyünk. Ho-ho. Na, szóval túl vagyunk a harmadik reklámon. Szóval, fáj a hajam, jaj, most nincs kedvem, rosszul vagyok, ciklusom van. Az exem csinálta azt, beavatlak egy kulisszatitokba. Hallottam, mikor kijött a fürdőszobából is, csüsszogott a papucsa. Már tudtam, hogy nix. Aznap estére X. Nukupunci. Úgyhogy fáj a hajam, rosszul vagyok ciklusomban, majd este, jaj, most nem érek rá, jaj, most főzök, jaj, most majd nem is tudom, majd jövő hónapban. Úgyhogy ezek ugye az otthoni körülmények, de ennél van sokkal rosszabb is. Vannak a műanyag munkahelyen felelhető műanyag kurvák. Lázákba felelhető, mindenhol. Csőstül jönnek. Várjál, be kell kanyarodni. Csőstül jönnek. Ezeknek mondhatod, hogy jaj, nagyon szép a hajad. Meghívhatlak egy kávéra? Ah! Mindenre vevő, mindent elfogad. De nem viszed haza. Azt nem viszed moziba. Ah! Hihetetlen. Ha én annyit küzdöttem az egyikkel, megint pirosat kaptunk, negyedik reklámra megyünk. Indulok. Wing Chun-nál voltam bent, itt ahol a magyarok dolgoznak. Megint a sárgánál pakoltam. Na, szóval, azért vagyok most Londonban, de mindegy. Szóval hol tartottam? Ja, igen. Én annyit küzdöttem egyel. Fölrakott magának ilyen hosszú körmöt. Ja, mindjárt fél, megfulladok. Tehát ilyen nagy körmöt rakott föl magának. Nem bír benne írni. Hát mondom, ezt életemben egyszer egy ilyet is el kell vigyek. De megállítom már, mert megszakad a felvétel. Itt vagyok megint. Szóval, mondom, elviszem. Összeszedem magamnak, kerül, amibe kerül. Kitartó leszek. Hát ne tudjátok meg, hogy én mit küzdöttem avval a spinével. Ez se jó, az se jó, ne oda menjünk, az nem tetszik, azt nem eszem be, olyat nem eszek, ajaj, az undorító. Nagy nehezen, de rohadt nehezen sikerült elvinnem egyszer a moziba. Hát de még jó, hát biztos volt már mindenkivel olyan, hogy beszélt és elkapta a köhögő görcs. Hát azt elkezdtem krákogni, aztán felköhögtem a jó nagy cuccot. Azt kitette. Hát én biztos, hogy nem nyerem le. Azt tudni, nincs az az Isten, hogy én azt lenyeljem. De a hülye nem már úgy hátba veregetett volna. Hát nem, nézte. Aztán akkor elkezdtem, hogy erélyesen főkrákogni a cuccost, hát elkezdett hátrálni. Ezt minél jobban mentem, úgy távolodott tőlem. Hát én meg mentem utána, közben meg köhögtem. Ezt jó megcsináltad, Johnny! De már ott voltunk a mozinál, már nem tudott mit csinálni, úgyhogy kénytelen volt bejönni, bár gyomra felfordult. Én le nem jelem, azt tudjuk. Ha irodában vagyok, akkor zsebkendőben, de hát ugye ott voltunk kint. Ott voltunk, na!
ott voltunk bent, vagy ott voltunk a mozi előtt az utcán, és fogtam, azt kitettem a cselédkönyvet a járdára. Ez mindig ment odébb, hogy nem velem van, jaj, ez nem velem van. Én meg mentem utána, azt fogtam a kezét, közben meg voltam környedve, azt köhögtem. Fantasztikus. Jó, de egy hülye picsa volt, Istenem. Mit küzdöttem vele? Szerintem egy 20 liter kávét, egy kapucsinót belenyomtam a nőm. Minden trükkömet bevetettem, mire nagy nehezen hajlandó volt megadni magát. Elmentünk moziba. Próbálta bal oldalra ülni, de nem jött neki össze. Beülted a jobb oldalra. Jobb kézzel erős vagyok úgyis. Hall! Sissegtek a moziba, meg ne már! Maradj már! Én matadtam, ez meg állandóan mászkát próbálta a kezemet odébb lökni. Maradjál már! Mi? Lököd el a kezemet, hagyd meg magadat! Nem, az Isten, én nem bírtam. Én nem tudom, milyen cici tartót vett föl. Jó nagy cicijei voltak, én mondtam, te, micsoda kannáid vannak. Hát hiába próbáltam a moziba fúrni, túrni, hát nem bírtam, olyan vastag volt ez a kosár, vagy minek hívják ezt. Nem bírtam sehogy se beférkőzni, meg járt keze lábon. Nem áll, jaj, filmet akarok nézni, nem áll. Én mit gondoltam, miért hozlak moziba? Filmet nézni? Csezd meg, hát nem azért jövünk oda. Hát nem. Na, mire nagy nehezen elmartam farmeron keresztül a mókust, olyan volt a kezem, mint Popeye-nak. Majdnem begörcsölt. Isten, én nem adta meg magát. Na, aztán. Hazakísértem, na mondom, behangolom. Az nem. Nem bírtam behangolni. nem engedte. Aztán, mondom, akkor kapsz egy jó nagy csumidát, aztán megyek haza. Hát szerinted hagyta? Csak az arcomra, jáj! Ilyen nagy vastag körmei voltak, ilyen hosszúak. Hát mondom, ez nem igaz. Most már azért is kipipállak, aztán gellert kapsz. Na, egyszer megadtam. Reklám, menjünk reklámozni az autópályán, vagyok itt nem lesz lámpa. Menjünk az ötödik reklámra. Aki eddig végig szenvedte a reklámokat, az fasz a gyerek, fasz a lány. Aki nem, az meg miért nézi? Ez pénzdarálásra szól ez a videó. Elárulok kulisszatitkokat. Na szóval, hazavittem. Míg élt a szomszédban az öreg, a Tóni, vagy hogy hívták? Míg élt, addig a vénkurvára rá volt szó, hogy ne álljon a kerítésre, aztán ne nézelődjön. De hát ugye az öreg leadta a rendszámot, elkapált, hát ugye mindenki tudta azért, mert a vénasszony kicsontozta az öreget. Ugye a vénasszonynak így már szabad útja volt, ő volt ott a kamera, mindent látott, mindent hallott. Fantasztikus volt. Aztán, ugye hát ez egyből lehesszelt, akárt itt hazavittem, ez utána mindig mondta, hogy szégyentelenek, szégyentelen vagy te is, hogy képzeled? Mondom, hagyjon már engem békén, hát én is szólok magához, hogy mit csinált, nem igaz. Na, azt egyszer hazavittem ezt a spinét. Kinyitjuk Pandora szelencéjét. Hát én nem akart hazajönni. Az Istené nem akart. Na, aztán egyszer nagy nehezen haza tudtam cincálni. Hát a másik szomszéd nem ott gazol a kert végébe, vagy a kerítés tövébe a feleségével? Hát azok is szégyentelennek tartottak. Na, srácok! Jaj! Na, az igazi műanyag, kurva! Jaj! Hozzám ne érje! Jaj! Én azt meg nem fogom! Mi?
Mi van? Az autópályára. Micsoda? Hát gyere már ide, galambom, hát szeressi már egy kicsit. Hát ő azt, hogy? Hát ő azt, hát ő azt biztos, hogy nem. Hát miért mondom, hát mi baj van? Hát ő azt nem csinálja. Hát mondom, hogy legalább valami, legalább egy csókot mondani valami. Ő az biztos jön. Hát mondom, hát drágám, ha valami legyen, már valahogy közben én próbáltam lehámozni róla a ruhát, de... Srácok. Padawanom! Ne tudd meg, milyen küzdelem volt. Az Istené, nem bírtam. Na, azt nagy nehezen beszorítottam a sarokba, onnan már nem volt kiút. Menjetek már! Be fog váltani. És akkor reklámra kell menni. Na? Szerencsétek van. Akkor mondom tovább. Na, nagy nehezen. Kihámoztam. És igen, ott volt előttem. Támaszkodok fölöttem. Mondom meg, hát Siri, hát látod, hogy dagadt vagyok. Hát két kézzel támaszkodok fölötted. Hát fogd már meg, hát tedd már csőre. Ő az biztos nem. Hát ő azt meg nem fogja. Mi van? Mi? Hogy nem fogod meg? Hát miért, mi van? Ő ezt aztán nem fogja meg. Hát miért mondom, másnak más milyen van, vagy mi van? Ő az biztos nem fogja meg. Na ne szórakozzál, már látod, hogy tagadt vagyok. Hát nem bírom el magamat egy kézzel. Na, hallja, hozzám ne érjen! Jaj! Mondom, hogy ne érjen hozzád. Akkor mégis hogy csináljam? Telepatikusan, te idióta, hülye kurva. Adott már ment az agyamba az adrenalin. Már mondtam neki mindent. Hát most gondolhatod, ott vagy, a vérnyomásod le van esve. Hát a toronyban már nincsen egy gram vér se, ez meg neki áll jajgatni, meg vonyítani. Hát nem igaz. Na hát aztán... Jaj! Ne! Hozzám ne érjen! Jaj! Mi van? Hát most akkor mit csinálja? Hogy csináljam? Mondd már el, akkor mégis mit kéne csinálnom? Mondom, akkor telepatikusan csináljam? Vagy mit csináljak? Már döntsd már el! Nem tudom! Jaj! Jó van, mondom, tudod? Akkor dugd meg magadat! Hát most mit tudok erre mondani? Jó, hát én le akartam róla, aztán ott akartam hagyni. Áron se begyen meg téged most, ja? Aztán olyan, jó, de akkor csak a fejét. Jó, mondom, legyen csak a feje! Nezre neked fog meg jól! Megkapta a fejét! Sose fogom elfelejteni. A sírba viszem a spinét. Haladjon át a körforgalmon, második kijárat. Nyitott ablak alatt ordít, mint a bőrét próbáltam volna lehúzni. Hát ne ordítsál már, hát maradj már. Aval nincs baj, hogy valami hangot kiad magából. Hoppá, reklámra megyünk. Ho-ho. Szóval ott tartottam, hogy avval nincs baj, hogy... Most hittem, majdnem azt mondtam, hogy reklámra megyünk. Szóval avval nincs baj, hogy hangot ad ki, de ne ordítson. Hát úgy ordított, hogy az a füle majdnem beszakadt. Elkövettem életem legnagyobb hibáját az ágyba. Hát ugye tudtam, hogy a szomszéd ott gyomlál a feleségével, majd megint mondják, hogy szégyentelen vagyok, meg hogy jó, mit... Csak kijátszok a női testem, meg miért tudom én miket hadovált. A vénasszony is oltott állandóan. Hát meg ezek, jó, hát ezek úgy nem annyira szóltak, na, de mégis, na. Nem nagyon tetszett neki. Szóval... Ordít, sikít! Hát mondom, mi van már, fejezd már be, hát ez nem igaz. Nektek nincs szerencsétek. Akkor most elmegyünk reklámra, mert ezt föl kell vegyem. Egyébként befogtam a száját. Mondjam is jön. Háló! Háló! Hát hívtalak már, mi van? Na. Szóval, ott tartottunk, hogy sikerült beszorítani a spinét a sarokba. Kihámoztam. Nagy nehezen. Ha. Én mindent megteszek.
megint el kell menni egy reklámra. Na itt vagyok, közben csak feljöttem a pályára. Szóval elkövettem életem legnagyobb hibáját. Befogtam a száját. Láttatok már igazi horrorfilmet, amikor egy nőt próbálnak a vízbe folytani? Kigúvattak a szemei, kezelába elkezdett föl alá járni, gyönyörű szép hosszú körmét nyakszírni így bele, köröm ágyig, csonti, és lehúzta a valagami. Ha nem csak ő ordított, hanem én is ordítottam, az végül ott hagytam. Hát mondom, ilyen nincsen, csak a mesébe hallod, mint egy fuldokló úgy csinál. Úgyhogy megvan a véleményem az ilyen lányokról, messziről ex. Messziről kerülendők. Jegyezd meg, ifjú padevánom. Egy kávé után nem adja meg magát. Azonnal ott kell hagyni. Mert általában azért júj, most fog záporozni. Egy jó finom cappuccino után már úgyis megadják magukat. Jaj, már hallom! Te szégyentelem! Jaj, már. De most csak egyszer mondtam ki. Jó, precíz vagyok. Na nem, szóval ezek a... Azért vannak normális lányok. Persze úgyhogy. De hát ezek a... Ezek a pláza cicák. Na jó, remélem egy 10 percet azért tudtam elpofázni. Tali tudjuk tenni reklámokkal, úgy elment a repülő fölöttem. Na most szállt föl, akkor ott van a Heathrow. Aha. Jó, na. Ez a videó a pénzdarálásról szól. De. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki támogatta ebbe a kamera vásárlásos buliba, hogy rákattintotok a videókra, vagyis főleg erre a videóra. Aztán meglátjuk. Ugye mondták, hogy, vagy írták, hogy nem lehet megmutatnom. Hát majd most veszem a fáradtságot, azt még egyszer átolvasom a szerződést. Ha lehet, jobb be voltam akasztva, mire olvastam. Bár nem hiszem, antialkoholista vagyok különben, úgyhogy tök mindegy. Na mindegy, megnézem, hogyha nem lehet, akkor megmutatom másképpen, jó? Tehát meg fogom mutatni mindig, mennyi pénz jött össze. És akkor veszünk egy kamerát. Azért... Várj. KP Unit 4. KP... Basszus. Itt rakottam múltkor ennél a... Na mindegy, akkor most nem itt rakodok. Szóval... milyen videó... Vagy a... Hogy... nekem azért választanám a GoPro 6-ost, mert már az már elméletileg kijött, mert hangvezérelt, ez az egyik. Hangvezérelt, kettő. Nem az én pénzem. Tehát 200 ezer forint, akkor 200 ezer. Ez nem az én érdemem, hanem a ti érdemetek, hogy rákattintottok a videóra, és ebből a reklámokból össze tudjuk szedni rá a pénzt. Szóval nem motivál. 200 ezer, akkor legyen 200 ezer. Tehát ezt a reklámokból befolyó pénzből le, úgymond én ezért nem csináltam semmit. Úgyhogy engem túlságosan nem motivál, hogy mennyibe kerül. Szóval én inkább a GoPro 6-ost preferálnám. Írtatok nagyon sok kamerát, megnézegetem, de ez az állandó odanyúkálás, hogy én itt nyomkodjam meg, mit nem, ez nem jó. Hangvezérléssel el tudom indítani, ugyanúgy hangvezérléssel le tudom állítani. És akkor az nekem egy könnyebbséget jelent, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt a GoPro... Johnny!
Idióta, hülye! Marharépa. Na majdnem. Majdnem eltoltam a körforgalomba a négert. Mint hogyha nem látná öcsém, hogy hova kanyarodok. Na mindegy. Milyen voltam? Nem káromkodtam, igaz? Javulót tendenciát mutatok. Nem igaz, különben csak azért, mert ment a kamera. KPI Unit 4. Aha. Szóval, fiúk, lányok, amit mondtam, elmondtam, amit tudtam, megosztottam. Isten, én nem találom ezt a műves céget. Nem tudom, hol van. KPI Unit 4. Ó, Isten. De jó. Szóval, köszi. Szóval, köszönöm, hogy segítetek akkor ebbe a kamera a választ, vásárlásos projektbe. Azt meglátjuk, mennyi jön össze. Nem szeretnék sokat belerakni a saját pénzemből, mint már mondtam. Hogyha most minimális pénz hiányzik, akkor KP4-es, szóval 4-es. Akkor persze természetesen kipótolom, de nem nagyon szeretném már. Na mindegy, én megérkeztem itt London, Chicago negyedében. Na, mondjuk hál' Istennek már nem a fekáknál vagyok, mert olyan feketék voltak, hogy ez nem igaz. Egy már rakottam. Milyen dzsihád van, halljátok? Úristen, basszus. Na. Pusszantás nektek. Dukoljatok, majd jövök.